Sziasztok srácok! Itt vagyok egy újabb vloggal. Sajnos ma még több autó van az úton, meg még melegebb van. De ez teljesen mellékes, hiszen ma van a Fradi mezőköves meccs. Ugyebár szerintem mindenki a Fradit tartaná ebben az esetben esélyesnek. Viszont a mezőköves vezeti a bajnokságot, és ebben a pillanatban én nem tudom megtippelni azt, hogy kinyerni meg a meccset. Én szerintem nem is szaporítanám tovább a szót, szerintem mindjárt jövök bentről. Láthattátok, a játékosok már javában melegítenek be, és lassan elkezdődik a Fradi mezőköves mérkőzés. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy most így a két döntetlen után mire képes a Fradi. Nem lesz könnyű a mezőkövezet sem megverni, hiszen most ők a tabella élén állnak, és lehet, hogy ennél egy picivel több önbizalmuk van, mint amennyi szerintem lenne amúgy is. Úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy mire megy a Fradi, illetve mire megy a mezőkövest. Majdnem lemaradtam a gólról, egyébként nagyon-nagyon szép helyzet volt, és nagyon-nagyon ügyesen játszik ez az Amadou Mutari. Csillagos ötös. A mérkőzés 16. percében csapatunk cserél a pályára, legyen a legenda húzassal Gera Zoltán! És a pályára érkezik 10-essel Cseri Kornél! Miután Veresztó Dávid ezüst érmet szerzett, ezután gratulálok neki. Jól vezet a Fradi, és sajnos erről a gólról lemaradtam. Gól! Itt van a második Fradi gól. A mérkőzés a 60. percében. A Amadou Mutari szerezte a gól. 6 gól lövő. Amadou! Közben Mutari összehozott egy 11-est is, és ha jól látom, Arda Roland fogja lőni. Nézzük, belövi-e.
hangját el, és nem csak így a magában a videóban, hanem a való életben is. Nézzük a folytatást! Lejárt az első félidő, ahogy láthattátok 3-0, illetve 3-0-as előnnyel fejezte be a Ferencváros ezt a játékrészt, és a második félidőben elég valószínű, hogy ez az előny szerintem megmarad, esetleg növelni is tudják. Ha jól számoltam, talán 2 helyzete volt összesen a mezőkövesnek, úgyhogy nem hiszem, hogy a mezőköves ma egy nehéz ellenfél lesz a Fradi számára, és szerintem fordítva ez ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is ellenfél, hiszen nem gondoltam volna egyébként, hogy a Fradi most ezen a meccsen több pontot fog szerezni összesen, mint az előző 2 mérkőzésén. Pici pihenőt tartok, aztán visszamegyek a lelátóra, és folytatjuk a második fél idővel. Közben elindult a második fél idő, és hát itt már volt 2 mezőkövest szabadulás, de egyelőre még mindig maradt 3-0. Most éppen egy szabálytalanság látható, hogy nem fogna a bíró. Az 54. percig kellett várni, és újabb Fradi gól született, méghozzá Varga Roland volt a gólszerző. Hát egy ajtóablak helyzetet értékesített, de teljesen mindegy, és közben megint támadnak. Rui Pedro kiadja szélre, Varga Roland pedig nem tudja beadni, na mindegy, 4-0. Ennyi is lett volna ez a meccs, az előbb láthatatok egy-két ilyen kulisszatitkos felvételt. Közben éppen itt láthattuk az előbb Dzsudzsák Balást. Ő is ellátogatott erre meccsre, ugyebár kint volt ma a Hungaroringen. Aki követte a Forma 1-et, az tudja, hogy ott volt a Ferrari boxában. És hát szerintem még a Fradi második fél idejére ideért. Ugyebár egy hónap múlva lesz válogatott mérkőzés, és azon biztos, hogy fognak szerepelni, illetve Dzsudzsák biztosan fog szerepelni. Úgyhogy srácok, megköszönöm a figyelmetek. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Legközelebb találkozunk. Ha tetszett, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, és ha nem vagytok feliratkozók, akkor mindenképpen tegyétek meg. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!